Öcsényt leginkább egy aprócska drága kőhöz lehetne hasonlítani, hiszen valóban kis településről beszélünk, de bennünket nem téveszthet meg a méret, mint ahogy az ékszerész sem dob félre egy sok oldalúra csiszolt gyémántot, csak mert nem nyom elég unciát. Möcsény értéke épített és természeti környezete. Mária Terézia idejében betelepített németek alakították meg a mai falut és környezetét. És őszintén tegyék fel maguknak a kérdést, amikor a hátsó útról Bátaszék és Bonyhád között autóznak, vajon megálltak-e egyszer is egy kicsit Möcsénybe, hogy itt érdemes lenne elmenni kirándulni? Hát bennünket most megihletett ez a páratlan környezet, föl is jöttünk Möcsény fölé, erre a dombtetőre, ahol látszik egyébként, hogy mennyi szőlő ültetvény van, ezek most már magánkézben vannak, de régen még a 17. században, amikor a német telepesek megérkeztek, akkor pont a szőlő ültetvényekkel vagy szőlőtelepítéssel kezdtek el foglalkozni, és aztán szőlőgazdálkodással, még más mellett, de ez majd kiderül műsorunkból, tartsanak velünk! Az őslakosok gondos és szorgalmas munkájának emlékei ma is érzékelhetőek itt, és ha valaki nagyon figyel, némely épület mellett elhaladva még hallhatja az egykor nyüzsgő éles zsivaját. Hát a településünk ugye Mária Terézia korára nyúlik vissza. Az 1700-as években teljesen némethajkú település volt. A jellegzetes német sváb stílusban épült nyeregtetős, hosszú tornászos épületekkel, majd keresztben lévő gazdasági épületekkel. Möcsény német ajkú lakosai valamikor híres szarvasmarha tenyésztők voltak, olyan szép bikaistálót építettek, hogy a környékbeliek Möcsényi gimnáziumnak csúfolták, a korábban önálló község Baranyához tartozott. Egy csodálatos bikaistálót építettek annó a településre, ami majd később a termelőszövetkezetnek az irodaháza lett, a mai napig áll. A svábság elsősorban ugye, mikor Mária Terézia idejében ide telepítették, gyakorlatilag egy erdős terület volt, ahol az erdőket kivágták és földművelés alá fogták, illetve jelentős volt az állattartás. A fellelt iratokból derül ki, hogy a bonyhádi vöröstarka tájjellegű marhának az ősei bizony, viccesen fogalmazva, Möcsényiek voltak. Tehát az állattartás volt a jellemző, és a szőlőtermesztés. Szőlő. Majd ahogy folyamatosan az erdőket vágták, és művelés alá fogták a területeket, úgy gabonatermesztés és a takarmánytermesztés volt a fő. Korábban iskola, óvoda működött a településen, a 60-as években bezárt az iskola, majd a 60-as évek végén, 70-es évek elején még működött addig a 4 osztály, de aztán a 4 osztály is megszűnt, majd csak óvoda működött a településünkön. Möcsény jellemzően egy utcás település volt, ez az utca a mai Béke utca, amit még az elődök neveztek el így, ezen a mai napig nem változtatott a mindenkori faluvezetés, és nem is tervezik, hiszen ezzel is az utókornak hirdetik a múltat, mely vélhetően a történelem hullámveréseiben kis időre megnyugodni látszott ezen a vidéken, de mindig csak kis időre. Természetesen az évek során fejlődött a településünk, utcákkal bővült, most már van Rózsadombunk, Ifjúság utcánk, Rákóczi utcánk, de a mérvadó a Béke utca. A hajdani gazdag állattartást ma már csak nyomokban lelhetjük fel. Az állattartás profilja teljes mértékben leépült. A szőlőtermesztés megvan, de már nem a lakosság, hanem nagyüzemi szinten. Valamikor a helyben működő Vőcsénype mezőgazdasági termelőszövetkezet telepített 120 hektár szőlőt. Az ma jelenleg egy olasz tulajdonban van. A munkalehetőségből ebből szempontból adott. Az állattartás sajnos a szarvasmarha eltűnt a településről. Egy pár család sertéstartás és baromfi. Hát elég szomorú, de hát ezt hozta az élet, hogy így mondjam.
Möcsény német lakóit a történelem folyamán kitelepítették vagy elköltöztek. Evangélikus templomuk, melybe az egész falu belefért hajdanán, ma üresen áll. A temető mellett a domtető magasodik azonban a híveket befogadó katolikus templom. A templomunk 1768-ban épült római katolikus templom, barokk stílusban. Korábban Szálkai plébániához tartoztunk, mivel a Szálkai plébánia megszűnt, most Bátaszéki plébániához tartozunk, onnan járt ki a plébános vasárnaponként misézni. A templomba most bemenni nem tudunk, de a környezet kíváncsivá tesz bennünket. Az elsőre lakatlannak és elhagyatottnak tűnő templom és temető, mikor körbenézünk, csupa-csupa meglepetést rejt. Itt a falu vezetése ápolja és karbantartja azt, ami az övé, sőt, még azt is, ami ugyan magánkézben van, de a tulajdonosoknak, örökösöknek nincs módjuk eljönni például a sírokat gondozni. A Möcsényi temetőben nem csak nyugalom van, hanem rend is. Talán büszkén mondhatom, hogy ilyen kis településeken, ilyen rendezett, térkővel ellátott, padokkal temető talán nem sok van ebbe az országba. Biztos, hogy van, de ez a miénk. Itt van a kriptája Möcsényi Mihály professzornak. Úgy volt, hogy ide lesz eltemetve, elhunyt, de a család mégis másképp döntöttek, a hozzátartozók nem itt lett eltemetve. Másik, itt van két védett ezüsthárs a temetőnkben. A temetőben még fellelhetőek a korabeli telepesek és leszármazottaik sírjai. Nem tudom, hogy vannak vele, de nekem, ha temetőben járok, óhatatlanul saját, már elveszített hajdani szeretteim jutnak eszembe. Már nem fájjon, nem nyughatatlan szomjúsággal, inkább csak, mint valami kedves, csak nekünk fenntartott találka helyre érkeznék hozzájuk. Mindenki felvonul, még ükapám is, akit pedig igazán nem ismerhettem, még csak nagyon a családi legendáriumból sem. Mégis itt vannak, és megértjük egymást, hiszen egy család volnánk. A kitelepítés ugye sajnos a Möcsényi községet is sújtotta, 44-től 49-ig tartott a kitelepítés, gyakorlatilag a lakosság megváltozott. Ilyen 7-8 család maradt meg, a többit mind kitelepítették helyükre, pontosabban székhelyiség érkezett. Egy pár család felvidéki, és az őslakosokból, akik maradtak, a németajkúak. Möcsény történetének feltárására és az abban való fejest ugrásra nincs jobb módszer, mint felkeresni a falu tájházát. Jó ötlet, ugye? Kerüljenek önök is beljebb! Van itt egy kis hagyományőrző helységünk, ahol összegyűjtöttek különböző székely, sváb ruhadarabokat, meg egyéb dolgokat, amit majd ugye meg tudunk nézni, és ezt a helyi nyugdíjas klub ápolja nagy gonddal és tényleg minden tisztelettel. Ezek a székelyeknek, ami voltak párnak, mert azoknak, ezeknek volt, az a lányoknak, ez volt az első staférunkjuk. Ezeknek még a székelybaba, a fiú, és itt a bölcső a székelyeknek, és a mellények, ezek. Hát ez a székely mellény, ez még a németeké, úgyhogy ilyen fiatal. És ez a bölcső is, ez a székelyeknek van. Igen, igen. Még a lepedőket, ezek már olyan régiek, ezek a fajta lepedők, hogy ez már, hát ez már van biztos egy 100-150 évesek ezek. Ez 1999-ben alakult a nyugdíjas, akkor klub volt. És akkor már kezdődött, összejöttünk, akkor már sokan voltunk. Azóta sokan elhaltak, meg hát elköltöztek a faluból. És akkor, hogy kaptuk a
tippet egymástól, hogy kellene, már vannak ilyen régiségiek, hogy akkor összeszednénk az összes, ami kinek mi van, és akkor összehoztuk. A kis szoba tárgyai az avatatlan szemnek elsőre kibogozhatatlanok, mi azonban az egyik sarokban már felfedezni véljük a székelyek, majd a másik részben a felvidékiek, és a svábok régi használati tárgyait, viseletüket, bútoraikat. A székelyek tartják hagyományukat, nincs galuska nélkül ünnep, vagy nincs ünnep galuska nélkül, meg puliszka nélkül. Mondjuk az idő bebizonyította, hogy ez a három nemzetiség, illetve még a magyarság, ha így mondhatom, nagyon jó békességben él, egymással jó közösséget tud alkotni, hiszen ez látni a településünkön is, aki végigmegy rajta. A Mőcsényi Nyugdíjas Egyesület jógazdája a kiállításnak, sokan jönnek látogatóba, persze nem olyan kevesen, mint amennyien most mi vagyunk a forgatás alkalmával, de hozzáteszem, ha csak kalandos kedvű turisták lennénk, Bibián néni, ahogy sokan ismerik itt Csobot Szilveszternét, akkor is kinyitotta volna nekünk a kiállítást. Mőcsény egyik vonzereje maga a táj és a falu fekvése, a vezetés pedig mindent megtesz, hogy itt tartsa fiatal lakóit. Van egy csodálatos művelődési házunk, van egy közösségi házunk, ezek az épületek mind Mőcsény település kezdetekor épültek, és a mai napig állnak. Azt ugyan átalakítottuk az évek folyamán, átletalakítva, de az régi értékeiket megőrzik. De tovább is megyünk. Ha valaki házat szeretne venni például, vagy telket a településen, hogy helyben maradhasson a családdal, az önkormányzat 1 millió forint támogatást ad mindehez. De nem kellett fizetni annak idején a méhnyakrák elleni, vagy a hepatitis oltásért sem. Mőcsény ugyan 370 lelkes település csupán, de szellemiségében és közigazgatásában nagyon is haladó. Folyamatosan pályázik a település. Jelen pillanatban egy toppos pályázatunk nyert, ami az önkormányzati hivatalnak a teljes korú felújítása, energetikai pályázatban. Úgyhogy amit bízunk benne, hogy a tél beállta előtt végre tudjuk, meg tudjuk csinálni, mert itt a fűtéskorszerűsítéstől a szigetelésig át, hogy szettik, mozgáskorlátozott bejáróknak mindent megkészülhetsz, közel 44 millió forintos beruházás. Ezen kívül ugye sajnos egy éve bezárt a boltunk, meg az italbolt is, egy vállalkozó üzemeltette, egyik napról a másikra kijelentette, hogy április 1-jével bezárok. Az örömben annyi volt, hogy a testület már korábban eldöntötte, ugye itt a megvásároltunk lakatlan romos épületeket az önkormányzatnak, és annak a helyére építettünk egy boltot és egy presszórészt egy épületben, de külön. Ugye önök sem gondolták volna, hogy Mőcsény mennyire kedves helység. Itt a jó idő, még biciklivel is a megyeszékhelyről könnyen elérhető. Pattanjanak hát Rócszamára is, fedezzék fel önök is megyén kincsestárát. Mi ehhez szerettünk volna kicsit kedvet csinálni. Reméljük sikerült.